Drága hallgatók, szervusztok! Az SMS számunk 0630 011 07 25, ez az önkényes mérvadó Zászkalicki Marcival, Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral. Egy csütörtök este megjelent kormányrendelet megkönnyíti, hogy rendkívüli felmentéssel vagy azonnali hatályú felmondással kirúgják a polgári engedetlenségben résztvevő pedagógusokat. A háborús vészhelyzetre hivatkozó rendelet alapján a munkáltatónak ezentúl nem 15 napja lesz kirúgni azt a pedagógust, aki szerinte kötelezettségét szándékosan vagy jelentős mértékben megszegi, hanem sokkal több. A rendelet szövege szerint a tudomásszerzéstől egészen az adott év augusztus első napjáig bármikor megteheti ezt, de legfeljebb egy éven belül. Vagy ha a zárónap és a tanév befejezése között jut a munkáltató tudomására olyasmi, ami felmentésre vagy felmondásra adhat okot, akkor a következő tanév augusztus 1-jéig dönthet úgy, hogy elküldi a pedagógust. Erasmus ügyben Orbán Viktor a Kossuth Rádióban úgy fogalmazott: micsoda dolog ez, hogy a magyar fiatalokon akarnak bosszút állni Brüsszelben. A miniszterelnök állítja, ha nem tudnak megegyezni az Európai Bizottsággal az ügyben, a magyar költségvetés majd állja ezt a programot. Hát igen. Háborús vészhelyzet nem tréfa dolog. Életveszélyes lehet, hogyha mondjuk a munkáltatónak mindössze 15 napja van kirúgni egy pedagógust. Ez Magyarország megszállásához vezethet. Hát a háborús vészhelyzetben a pedagógus kirúgása megmentheti az országnak a területi szuverenitását. Most gondoljál bele egy olyan helyzetbe, hogy a NATO csapatok felvonulnak a határon, meg ki más, nyilvánvalóan, hogy megszállják a saját szövetségesüket, és a kormánynak annyi hatásköre sincs, hogy 15 napon belül kirúgja a tanárokat. Hát hogy lehet így megvédeni egy országot háborús helyzetben? Hát vagy azon túl, de egyetértek egyébként, folyamatosan itt volt fölöttünk a Covid veszélyhelyzet, meg most a háborús veszélyhelyzet, és ez tipikusan egy olyan intézkedés, hogy nagyon kapóra jön ez a lehetőség. Én azt tartom arcpirítónak, hogy mindenkinek jó címkével látják el ezt az intézkedést, azt mondva, hogy hát így a tanár kitöltheti a tudod, augusztus 1-ig az évet, nem lebeg annyira a bárda feje fölött, miközben egyébként pont lebeg. Tehát az van, hogy történik mondjuk egy polgári engedetlenség, ahhoz kapcsolódik egy figyelmeztetés, és akkor nem az van, hogy akkor 15 napon belül eljárnak és kiderül, hogy mi van, hanem végig rettegi az évet, de cserébe végig is tanítja az évet, tehát azt azért látni belőle, hogy nem kirúgni akarják őket, hanem a sztrájkot törni továbbra is. Tulajdonképpen két fő céljuk van, hogy egyszerre büntessenek, és ne növeljék a tanárhiányt. Ezzel viszont fenntartják a fenyegetettséget, ilyen felfüggesztett fenyegetettséget, vagyis ez még rosszabb, mert ha valamit csinálsz, és két hét múlva kirúgnak, akkor tudod, hogy két hónap múlva új állást kell keresned. Hogy egész évben nem tudod, hogy mi lesz. Ráadásul azt hiszem az van, hogyha a tanév zárás és az augusztus 1-i hivatalos, nem is tudom milyen fordulónap között vesz részt valamiben, amire lehet tolni egy súlyos szerződés szegésre hivatkozó papírt, akkor a következő augusztus 1-ig hosszabbodik meg a kirúgás. Tehát, hogy ez a nyári időszakban azzal a teherrel korlátozza a tanároknak az önmagukért való kiállásának a lehetőségét, hogy ez már nem erre az egy hónapra vonatkozik a teher, hanem ha most csinálsz valamit, akkor viszont a következő évet is ezzel a fenyegetettséggel töltöd. Nem önmagukért állnak ki ezek a tanárok. Ez a rohadt nagy tévedés, és mindenki ezt magyarázza, hogy ők önmagukért állnak ki, meg a szektorukért, meg egymásért nem. Ők Brüsszelért, a háttérhatalomért állnak ki. Nyilvánvaló, hogy nem Magyarországról szervezik ezt a mozgalmat, hanem nyilvánvaló, hogy honnan, tengeren túlról szervezik ezt a mozgalmat, dollárok millióiból szervezik ezt a mozgalmat. Nyilvánvaló, hogy az a cél, hogy Magyarországot térdre kényszerítsék. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy ez az intézkedés az ország védelmét szolgálja. Azt kell tudomásul venni, hogy háborús vészhelyzet van. Ilyen körülmények között nem csak katonák fenyegetik az országot, és nem csak katonák védik az országot, hanem az ilyen pedagógusok, akik háborús vészhelyzetben ellenállnak, a saját kötelességüket megszegik, pedig hát Pintér Sándor elég világosan és elég egyértelműen kinyilvánította, hogy mi a feladatuk és mi a kötelességük a tanároknak,
az ország a következő nemzedékek védelme érdekében, és a tanárok fittyet hánynak erre. A tanárok azok kvázi ellenállnak, háborús helyzetben ellenállnak, ilyen értelemben ellenségnek, megszállóknak lehet őket tekinteni. Most az országot meg kell védeni. Háborús helyzetben nem lehet viccelni. Tehát itt gyorsított eljárásokra, hatékony elbocsájtási protokollokra van szükség, és ez a kormány nem habozik, hogyha meg kell védeni az országot, akár a külső, akár a belső ellenségtől. Ma már nem úgy zajlanak a háborúk, mint a 20. században, hogy katonák, tankok, hadosztályok szállják meg az országot. Itt a tudományos kutatóintézeteket szállják meg, itt a tudományos akadémiát, az oktatási szektort, a felsőoktatási szektort, az egyetemi világot szállják meg, a nagyobb látogatottságú orgánumokat szállják meg, a sajtót szállják meg, egyáltalán a közgondolkodást befolyásolják. Most a háborús helyzetben ezek mind-mind-mind frontvonalak. Ezeken a vonalokon igenis meg kell védeni az országnak a szuverenitását, és Orbán Viktor pontosan ezt teszi. És van egy megengedhetetlen tevékenység háborús helyzetben, az a politikai célú szervezett tevékenység. Mert ugye minden, ami hogy írja a szöveg? Egyes köznevelési intézményekben jelenségé vált a politikai célú és nem törvényesen szervezett munkabeszüntetés. Tehát mindaz, ami közéleti vagy társadalmi relevanciájú tevékenység és éppenséggel kormány ellenes, az politikai, és ami politikai, az rossz. Mert hogy a kormány az nem politizál, az népet szolgálja. Ez egy politikán kívüli tevékenység. De hát ugye tudjuk, állandóan avval kritizálja a kormány az ellenzéket, hogy politikai hátsó szándékkal csinálja ezt meg azt, mintha a politika az valami olyan brutálisan elítélendő dolog volt. Nyilván háborús helyzetben a politika az egy megengedhetetlen lúzus. Hát háborús helyzetben máshogy politizálni, mint ahogy az ország vezetése politizál, azt úgy hívják, hogy hazaárulás. Érteni kell a dolgot. Hazaárulás. Ez most nem béke. Hát most nem olyanok a körülmények, hogy te ezt gondolhatod, te meg amazt gondolhatod, és akkor ezek a sok gondolatok sokféleségéből pluralizmus, abból pedig a gondolatok evolúciója által a legéletképesebb, a legműködőképesebb gondolatnak a kiválasztódási mechanizmusa le tud folyni. Ilyen körülmények között igenis egy felülről lefelé, egy vertikális parancsnoki lánc nyomán ezek a tanárok az oktatás ügyben igenis katonák. Védelmezik a következő nemzedékeknek a tudatát, a jogát a tanuláshoz, illetve védelmezik a következő nemzedékeknek a hazaszeretetét és a hazához való viszonyát. Na most milyen példát mutatnak? Pintér Sándor alá került. Nyilvánvaló, hogy azért került Pintér Sándor alá, mert háborús helyzet van, és háborús helyzetben a tanárok igenis katonák, és az ellenálló tanárok azok pedig komisszárok a hátországban. Komisszárok, tehát politikai tisztek, olyanok, akik bújtogatnak a hátországban. Most Orbán Viktor hogy háborúzzon a háttérhatalmasságokkal, hogy háborúzzon Brüsszel ellen, meg az atlantista globális háttérhatalmak ellen, meg a, úgy mondom, hogy a világerők ellen, hogyha a hátországában ezek a világerők komisszárokat szerveznek Orbán Viktor ellen, akik abból a pénzből, amit Orbán Viktor kiutal nekik, abból a pénzből szervezkednek, bújtogatnak, szervezik az ellenállást, szervezik a globalista szellemet, hol? Ott, ahol a turáni szellemnek a helye van. És nem azért, mert én mondom, és nem azért, mert Orbán Viktor mondja, hanem azért, mert a magyarok ezt akarják, a magyarok erre szavaztak. Kedves demokraták, ha demokratának tetszik lenni, akkor tessék elfogadni a magyarok akaratát. A magyarok szavaztak, így döntöttek. Ugye milyen fájdalmas demokratának lenni, amikor a többség nem azt akarja, amit a tisztelt demokraták, a tisztelt pluralisták, akik a jogállammal érvelnek lépten nyomon, na most lehet gyakorolni a jogállamiságot. De Pintér Sándor is megmondta, ő nem szeretne büntetni. Ez neki, nem mondta, hogy fáj, de szint az arcáról lehetett olvasni. De nem tehet más. Hát a törvény ezt írja elő.
Itt a törvényesség az első. Itt is látszik, hogy a rendelet az pénteken lép életbe, amit hoztak, de már visszamenőleg is alkalmazható. Na, ez az a pillanat, amikor a bizonyos értelemben a törvényességet, hát ki kell törvényesség érvényét ki kell tágítani az negyedik időben. Negyedik dimenzió, a múlt, ugye? Igen, a múltra is érvényesíteni kell, mert most az szerint, te szerinted rendben van, hogy valaki tegnap vagy tegnap előtt, amikor még nem élt ez a törvény, hazaárulást követel, hátba döfi a nemzetet. Micsoda kiskapu, nem? Tudod, és de, akkor ússza de... meg, csak azért, mert Orbán Viktor nem törvénykezhet visszamenőleg. Na nehogy már, de hát pont ebben 15... bíznak, hát pont ezt akarják Brüsszelben. Csak 15 napról van szó, tehát azért illett volna 4 hónapra, vagy 1 évre visszamenőlegesíteni, úgy lenne korrekt. Na hát innen üzenjük a miniszterelnök úrnak, hogy ne csüggedjen, keményebb kézzel fogja a gyeplőt, ennek az országnak szüksége van az erős iránymutatásra, és ne bizonytalanodjon el, és ne engedje magát eltántorítani mindenféle ócska moralizálással, meg jogállamista blablával, ami Brüsszelből ide szivárog. Én nem emlékszem, hogy valaha társasjátékban nyertem volna úgy, hogy amikor azt mondták, hogy 2 körből kimaradok, akkor hivatkoztam a sose látott szabályokra, hogy de hát 1 körből maradok ki, és nem emlékszem, hogy nyertem volna úgy a gazdálkodj okosan, hogy a 4000 forintos forgótőkénél bemondom, hogy ja, de nekem 6000 jár, mert kaptam egy olyan szerencsekártyát, mint a veszteni nem tudó hülye gyerek, úgy kell társasozni, különben semmi esélyetek nincsen. Ravaszul lázadnak ezek a tanárok. Spekuláltak, hogy ki ellen érdemes itt föllázadni. Ki az, aki nem annyira erős, hogy még érdemes legyen ellene fellázadni. És megtalálták Orbán Viktort és a rendszerét. Véletlenül sem a globális háttérhatalom ellen lázadnak ezek a tanárok. Véletlenül se Brüsszel ellen lázadnak. Véletlenül se Washington ellen lázadnak. Véletlenül se a globális multinacionális részvénytársaságok ellen lázadnak. Ezek túl nagy erők. Ezek meg gyávák, tudod, gyáva férgek. Inkább nekiesnek a magyar kormánynak, a törvényes magyar kormánynak, aki semmi más nem akar, mint ebben az országban a szuverenitást, a biztonságot és a szabadságot, a keresztény szabadságot, igen, a keresztény szabadságot szavatolni. De tudod, a keresztény szabadság mindenkinek szabadság, aki hajlandó alkalmazkodni ahhoz a kultúrához, ami itt 1000 éve. 1000 éve őshonos. Hogyha hajlandóak, akkor a keresztény szabadság az ő szabadságuk is. És egyre többen értik ezt meg Magyarországon, hála Istennek. Én amikor nézem a békemenetet, akkor azt látom, hogy egyre többen és egyre több fiatal az, aki megérti, hogy ez a rohadék Brüsszel itt és most a gyerekeinkre. A gyerekeinkre veti ki a hálóját. A gyerekeinket akarja a törvényes magyar kormány ellen uszítani, és ha nem tudja uszítani, akkor pedig a gyerekeinken fogja megtorolni mindazt, amit a törvényes magyar kormánnyal és hatalommal szemben forral. Köszönjük a Bájer Zsoltnak, szeretnétek SMS-t küldeni, akkor ugyanaz a számunk. Egyébként ez, hogy azt mondjuk, hogy elvárjuk, hogy törvényesen viselkedjenek a tanárok, ez könnyű úgy, hogy a törvényeket mi húzigálhatjuk, ők meg nem. Amikor azt mondják, hogy politikai célú, nyilván politikai jelentőségű, és rájuk ég, és az előtérben van, de nem politikai célú, politikai jelentőségűvé vált. Így működik a törvényesség is. Bizonyos törvények, amiket számon kértek, nem léteztek, de most már a számonkérés törvényessé vált, hiszen oda húztuk a határokat, ahol állunk. Taknyukon és vérükön. Taknyukon és vérükön kell kirángatni őket, ha tiltakozni merészelnek. És én innen a teljes nemzet nevében adok szabad kezet Pintér Sándornak, hogy bánjon el ezekkel a hazaárulókkal. Egy megjegyzés, az Erasmus ügy kapcsán ugye állt a miniszterelnök 2 dolgot. Egyrészt, hogy a fiatalokon akarja elverni Brüsszel, rajtuk akar bosszút állni, de mi majd megoldjuk, ha nem tudunk megegyezni a magyar költségvetés állja a programot. Na hát ez az, ami nem működik. Tehát, hogyha egyszerűen a magyar egyetemek
kiesnek abból a kapcsolati hálóból, mert nem vehetnek részt. Most egyre még csak a pénzt nem kapják meg, de hosszú távon nem lehet tudni, hogy ezekben a programokban hogy vehetnek részt. Akkor hiába, tehát hiába adom Kisvárdának 2 milliárd forintot, ha senki se akar ide szerződni, akkor 2 milliárdból Plókai 2-t kell megvenni, és nem a brazilokat, meg a szerbeket. Tehát, hogy ez nem, már azt hiszi a pénzügyminiszternek, hogy pénzzel meg lehet mindent oldani. Nem. Az a helyzet, hogy ahhoz is gyávák Brüsszelben, hogy frontálisan a miniszterelnökünket támadják, hanem helyette a gyerekeinket. A gyerekeinken keresztül akarják túszulejteni Magyarországot. Tudod, mint a leggyávább terroristák, akik gyerekeket terrorizálnak meg. Tudod, gyerekrablók, akik utána vérdíjat ki, vagy a váltságdíjat kérnek a gyerekeknek az életéért. Na valami ilyesmi történik. Most már mi az, amitől Brüsszel nem retten vissza? Mi az, amit Brüsszel nem mer megcsinálni ezzel a kormánnyal, amely kormány semmi más nem akar, csak keresztény szabadságot és szuverenitást. Nem tudom, gyerekek után mi jönnek, kismacskák, vagy mi a következő? De a gyerekeinket nem adjuk. A kismacskáinkat adjuk. Az milyen, hogy a költségvetésben megnövekedett a felsőoktatási támogatásokra juttatható összeg 1 milliárdról 7 milliárd forintra. Ez a külföldi. Tehát készültek tulajdonképpen erre, hiszen korábban is látható volt, én úgy tudom, hogy decemberben legalább már felmerült ez. Én szerintem nem csak azzal készültek, hogy akkor tegyünk félre rá, és majd felajánljuk, hanem azzal is, hogy az ebből fakadó kommunikációban majd lehet jó emberkedni. Ezt mindenki tudta, szeptember, illetve november során többször is jelezte különböző EU-s intézmény, hogy itt baj van. Hozott a magyar kormány egy törvényt, amire jelezték november végén, hogy ez nem elégséges, majd a decemberi minisztertanácsi döntés azt mondja, hogy ez abszolút nem elégséges, és nem kaptok pénzt ezekre a programokra. Ezt ugye a Varga Mihályék ugye a decemberi költségvetési módosításban 1 milliárdról 7 milliárdra növelték a külföldi felsőoktatási programok támogatását. Tehát ők decemberben már tudták. Politikai pedofília. Ez az, ami itt zajlik. Miért a gyerekeinket szemelték ki? Mert felnőtt ember már nem hisz nekik ebben az országban. Már csak a gyerekekkel tudják elhitetni, tudod? De a drogdílerek között is, mert csak ezekhez tudom hasonlítani ezeket az embereket, azoknak minősített büntetés jár, akik gyerekeket környékeznek meg, iskolák környékén árulják a pusztító drogot. Na most a helyzet valami nagyon hasonló ezekkel. Nagyon hasonló ezekkel az LMBT ideológiát, meg nyitott társadalom hagymázas vízióját terjesztő férgekkel. Ide jönnek és a gyerekeinket szemelik ki, próbálkozzanak a felnőttekkel, ha merik. Folyamatosan megy annak a sejtetése, hogy én egy semmihez nem értő, egyébként zenetévés hülye gyerek vagyok, mondta Rákai Filip egy csütörtöki nyilvános beszélgetésen. A filmproducer szerint 2002 óta rengeteg dolgot csinált, például polgári köröket szervezett, 150 részes történelmi műsort készített, vagy épp ingatlanfejlesztő céget alapított, miközben nem pártag, nem függ senkitől, de a média egy része nem érti meg, hogy valaki úgy is lehet sikeres, hogy nincsenek állami szerződései, pedig lehetnének, mert nincs olyan törvény, hogy a Rákainak ne lehetnének a Fidesz kormány idején. Van-e olyan veled szembeni kritika a veled szemben álló buborékból, amit megfontolsz? Kérdezte a moderátor. Nincs, válaszolta Rákai, mert nem tud és nem is akar az ő fejükkel gondolkodni. A tévés Aranybulla sorozatról, amelynek írója és producere is volt, azt mondta, senki nem mondta, hogy a Gladiátort készítjük. Arról volt szó, hogy készül egy dokumentumsorozat, amiben dramatizált jelenetek is lesznek. A sorozat edukációs céllal készült, hogy a történelem órákon le lehessen vetíteni, és ugyan 1 milliárd forint persze nagyon sok pénz egy átlagos háztartásnak, de egy kosztümös filmnél lesz semmi. Miután az Aranybulla 1,2 ponton áll az IMDb-n, korábban Rákai azt mondta, ez 80-100 Amerikából jött troll miatt van. A Petőfi filmről azt mondta, a film elején lesz egy nagy felirat üzenve az előzetes fanyalgóknak, hogy ahogy történt és ahogy történhetett volna. És akkor innentől kezdve mindenkinek a fantáziájára van bízva, hogy mi az, ami igazi és mi az, ami fikciós. Arról, hogy vajon milyen lesz majd a film fogadtatása, azt mondta, hogy előre meg tudja írni a leendő kritikákat. Hát ez a felirat a filmsorozat elején, hogy ahogy történt és ahogy történhetett volna, hát ez így, nagyjából így lehet megfogalmazni, hogy mi az a minőség, meg mi az az attitűd, amit elvárunk, hogyha egy
történelem órákhoz ilyen történelmi segédanyag készül. De ezt a Petőfi filmről mondta, nem az Aranybulla sorozat elejére varják ezt fel, hanem a majdani Petőfi filmnek az eleje. Aha, de azt, még nem, de azt még nem láttuk. Azt még nem láttuk. Na. És én jelezném, hogy nem is döntöttem még el, hogy mi lesz róla a véleményem, ahogy én az Aranybullával kapcsolatban is múlt hétkedden részben felmentő voltam, hiszen vannak értékelhető részei, és vannak elsüllyedt részei, és ezeket az ember megnevezi. Folyamatosan megy annak a sejtetése, hogy én semmihez nem értő, egyébként zenetévés hülye gyerek vagyok, mondta Rákai Filip. De szerintem nem csak sejtetés egyébként, de ezt azért, hogy itt... Itt ennek a kinyilvánítása zajlik, igen, de tudod, ő ezt így önérzetesen kikéri magának, nyilván mélyre megy ez a kritika, de miért fáj ez neki annyira? Miért kell neki a nyilvánosság előtt elhencegnie azzal, hogy ő egy 150 részes történelmi műsort készített, meg ingatlanfejlesztő céget alapított? Alapított, ugye ez a beiratkoztam az egyetemre. És akkor a többi. Polgári köröket szervezett, tehát hogy Orbán Viktor alá szervezett, hát olyan figyelj, polgári köröket, amikor még szükség volt arra. 20 éve hátrahagyta ezt a zenés karriert, és gondolom úgy ki akar belőle lépni, mint ahogy a Harry Pottert játszó színész a kisgyerekségből. Egyszerűen szeretné felvenni a felnőtt ember és a sikeres megoldó ember szerepet, és hát rosszul esik, hogy ezt mindenki nem fogadja el. Azt mondja, hogy nem tudja és nem is akarja a másik ember fejével nem tudod, átélni. Vagy a másik ember a liberálisoknak. Hát, a másik oldal szemével, és ebben mondjuk én azt gondolom, hogy nem is lennénk másképpek, ha maradéktalanul sikerülne a másik embernek a fejével gondolkodni, de hogy a szándék sincs meg, az már más kérdés, és hogy az érdemei között először vagy elsőként a polgári körök szervezését sorolja fel, hogy mondjuk meggyőzzön egy másképp gondolkodót, akkor azt de nem mondom, akarja hogy, meggyőzni hogy őket. Valóban, hát mégis mentegeti magát, vagy legalábbis építi az imidzsét, és szeretné, ha tisztában lennénk az érdemeivel. Igen, de nem, és de, túllátnánk a hülyéreken, ahogy ő magát nevezi. De nem mi. Nem mi, nem nekünk, nem mi nekünk szól ez, hanem a nemzeti oldalnak szól. Teljesen egyértelmű, ők nem kuncsorognak a másik oldalnak a szeretetért vagy a tiszteletért. Amikor ő azt mondja, hogy ő megszervezte a polgári köröket ezzel a fideszeseknek, akik még mindig úgy gondolják, hogy egy zenetévés hülye gyerek, vegyék észre, hogy ő egy teljes értékű, fideszes, megmondó ember, véleményvezér, influencer, tartalomgyártó, ér annyit, író, rendező, producer, ér annyit, mint egy zsűritő. Bayer Zsolt, mondjuk. Önérzetes, de nem a liberálisoknak a kedvét keresi. Én egyáltalán nem gondolom ezt így. És nem is kell a másik oldalnak a fejével gondolkodni. Most miért azért kéne a másik oldal fejével gondolkodni, hogy a végén a Fidesz elveszítse a választást? Az lenne a jó, oda akarnak jutni, oda akarna a Fidesz jutni, ahova a másik oldal eljutott? Hát aligha. Viszont egy dologért nagyon hálásak lehetünk neki, bemutatja, hogy mi a fideszes oldal viszonya a világhoz és a kritikához. Tehát minden az, ami kritika, az az ellenség birodalmába tartozik, tehát nem kell vele foglalkozni. Ebből egy dolog következik, hogy semmifajta negatív visszacsatolás nem érkezik be a Fidesz világba, mert az rögtön sorosista, a brüsszelita valami. Hmm. Vagyis nincs minőségi visszacsatolás a Fideszbe. Igen. Ami kritika, az ellenség nekem árt, meg nemzetellenes, meg keresztényellenes. Itt jegyzem meg, amikor egyébként volt ugye ez a Aranybulla kiállítás körüli botrány, hogy a kutató, akadémiai kutatók kiléptek az egészből, mert a MAKI lenyúlta, tehát a Magyar Oktatási Kutató Intézet lenyúlta az egészet, akkor a MAKI-s kutatók még egész normálisan levelet váltottak a kilépett akadémikusokkal, de a MAKI vezetője, a Kuka Holding vezető Jogás Rácz, az azt nyilatkozta, hogy a megnyitón, hogy keresztény ellenes és magyar nemzetellenes erők itt manipuláltak a kiáltás mögött. Ezt mondta azokra a kutatókra, Madas Editre, a Magyarország legfontosabb kódex kutatója, egyház és liturgia történészekre, hogy ők akkor a magyarság és keresztényes erő. Vagyis minden, ami negatív vélemény, azt adakta lehet tenni, mert nem ránk tartozik, mert az az antikrisztus ármánya. Következésképpen nincs minőségi visszacsatolás a Fideszbe. Ezért van az, hogy a lojalitás számít, ezért van az, hogy minden van túl van árazva, és innentől kezdve menthetetlen kádárista reflexek működnek. Minden Orbán Viktornak a
tehetségére, a képességeire van hagyva. Amihez Orbán Viktornak van tehetsége, van képessége, amihez fel tud nőni, az rendesen és jól lesz menedzselve, ami nincs, oda nincsen visszacsatolás. Ami Orbán Viktortól telik, hogy kikérje azoknak a véleményét, akik szerinte jobban értenek hozzá, ha valamivel kapcsolatban Orbán Viktornak kétsége van. Ha mondjuk ő úgy gondolja, hogy ő ezt a dolgot nem tudja igazán jól megítélni, ő fordulhat valakihez, hogy Sanyikám, Karcsikám, légy szíves, mondd meg nekem, hogy szerinted ebben a helyzetben mi lenne a helyes döntés. Aztán a bölcs Orbán Viktor eldönti, hogy hallgat-e rá, vagy nem. De minden esetre, ha Orbán Viktornak a látóterén kívül esik egy kompetens személy, aki adott esetben segíteni tudna, vagy Orbán Viktor meg van győződve az igazáról egy bizonyos kérdésben, úgy érzi, nem szorul korrekcióra, vagy véleményre, vagy segítségre, vagy kiigazításra, vagy bármiféle támogatásra, akkor Orbán Viktor a szuverén vezető, ő autonóm módon hoz döntéseket mindenről és bármiről. Tehát valójában Orbán Viktor személyiségén, Orbán Viktor pszichéjén belül vannak a fékek és ellensúlyok, Orbán Viktor pszichéjén belül vannak a korrekciós lehetőségek, és ezáltal annyi reflexiót kap Orbán Viktor, amennyit kér. Tehát nincs olyan reflexió, nincs nem kért reflexió, nincs olyan, hogy Viktor, szerintem ezt ne így csináld, hadd érveljek amellett, hogy ez egy rossz döntés. Nincs ilyen, mert Orbán Viktor ebből nem a jó szándékot és a kompetenciát látná, hanem a megbízhatatlanságot, a kétséget, ami a soraink közt életveszélyes, a lojalitás hiányát, a tisztelet hiányát, a hierarchia tiszteletének, a hierarchia elfogadásának a hiányát és vétségét. Itt a rendszer ennél fogva válik reflektálatlanná, maga a rendszer, mert a rendszer maga Orbán Viktor. Tehát itt mindenki Orbán Viktor köpönyegéből. Mindenkinek a hatalma Orbán Viktortól származik, és mindenkinek a cselekvése Orbán Viktorhoz tartozik. Nem törvényszerűen úgy, hogy Orbán Viktor azt megrendeli, hanem hogy próbálják kiolvasni, hogy mit akar látni, hallani Orbán Viktor, és hogyha ezt rosszul olvassák, akkor vagy egy elbocsájtásból, vagy egy leíratból, egy utasításból valamilyen módon értesülnek arról, hogy itt korrekcióra van szükség. De hogy a nemzeti radikális szellem és az illiberális szellem itt a 13. évében az uralmának, ettől mutatkozik ennyire rigidnek ez a szellem, ennyire változtathatatlannak, ennyire hajthatatlannak, ennyire merevnek és törékenynek ez a szellem, mert nincs visszacsatolás, mert a reflexió hiányzik, és ezáltal maga a struktúra is rigid, és hajlíthatatlan, és rugalmatlan, mert a struktúrát ez a szellem járja át, és mert a struktúra mechanizmusai is Orbán Viktoron belül vannak, tehát tulajdonképpen amennyi önreflexióval Orbán Viktor bír, annyival bír a rendszere, és ez bizony egy nagyon súlyos gyengesége az Orbán rendszernek. Eddig tulajdonképpen a kihívás hiányzott, ami ezt a gyengeséget próbára teszi. Van kritika, de kizárólag belső, de emlékeztek, most két példát mondok, vagy hármat, amikor Bencsik Gábor azt merészelte mondani, hogy nincs rendben az, hogy az ellenzékiek nem mehetnek be a köztévébe. Nézzétek meg a komment szekciót, vagy amikor Németh Zsolt kiírta, hogy Ruszkik haza, hát a fideszes trollok úgy elküldték a fenébe. Bármelyik, igen, és akkor ejtsünk itt szót a Novák Katalinról, amikor ő kiment Kijevbe találkozni a Zelenszkijjel. Áruló volt. A futballhuligánok és egyéb nemzeti radikális fanatikusok tömegesen rohanták meg a közösségi média felületeit, és hát egy tömegtámadás, egy tömeges mocskolás érte a köztársasági elnök asszonyt, ez a különös. Pedig tudhatták volna, vagy tudhatnák, alig ha nem tudják is, hogy a köztársasági elnök személye és intézménye Magyarországon nem egy autonóm hatalmi ág. Nincs önállósága a köztársasági elnök asszonynak. Ez nem úgy történik, hogy a köztársasági elnök asszony úgy dönt, hogy ő kimegy Kijevbe. A köztársasági elnök asszony Orbán Viktornak az egyik szerve,
Az egyik tulajdonsága. Ha a köztársasági elnök asszony kimegy Kijevbe találkozni Zelenszkijjel, az azt jelenti, hogy Orbán Viktor ki akar menni Kijevbe találkozni Zelenszkijjel, és nem akar kimenni Kijevbe találkozni Zelenszkijjel egyszerre. Ez azt jelenti, hogy akar gyakorolni egy gesztust, de nem a személyében, hanem az általa uralt intézményben akar egy ilyen gesztust gyakorolni. És hiába tudják, persze ez nem egyértelmű, hogy a futballhuligánok meg a nemzeti radikális nyuggerek tudják, akik megtámadták a köztársasági elnöknőnek az oldalát, tudják, hogy valójában Orbán Viktor döntött erről a látogatásról, mert ha tudnák, alig ha támadnák meg. Ezt legalábbis már nem gondolom. De hát nem értik a politikát, nem olvassák a rendszernek a működését, de kétségeik sincsenek az orosz pártiság és a nyugattal szembeni és az Ukrajnával szembeni ingerültség vonatkozásában. Olyan mértékig kétségeik sincsenek, hogy ez felhatalmazza őket. A nagy rendező elv, a keleti nyitás és a nyugattal szembeni szabadságharc, mint nagy rendező elv, felhatalmazza őket ebben a konkrét esetben akár arra is, hogy a köztársasági elnök asszonynak, akit pedig tisztelniük kéne, mint a nemzetnagyságos asszonyát, Orbán Viktor akarata szerint, mégsem tartja vissza őket attól, hogy megtámadják a köztársasági elnök asszonyt. Az IMDB szavazással kapcsolatban itt bejárta az internetet egy fotó, ahol ott van az analízise annak, hogy nem tudom, éppen 85 amerikai szavazat és 4000 valahány száz magyar szavazat alapján áll éppen 1,2 ponton. Én azt nem értem, hogy miért kell amerikaiakra kenni idézőjelben. Ugye én nem látom itt az érdeket, nem azért, szerintem nem azért hangzik ez el, mert most sorosozni akarunk, hanem mert kellemetlennek érzik, hogy magyar emberek döntenek ennyire egyöntetűen így, hiszen még a 4000 szavazónak a kétharmada is ki kellene álljon a film mellett, és mégsem teszi. És szerintem akkor így jobban hangzik, hogy az amerikaiak volt. Te tudod, beszélgetnek így egymásra, hogy a Golden Bullet holds, akkor kell szavazni, mert ezt már régóta beszéltük el. Az a helyzet, hogy ilyet azért tényleg nem láttunk még, mint ez az aranybulla. Tehát itt olyan műfajok csúsznak egymásba. Most vagy a szulejt. Tehát stílusteremtő. Hát igen, vagy stílus felszámoló. Ugye ez nem teljesen egyértelmű, hogy most melyik. De hogy tudod, most vagy a Szulejmánt nézed, vagy a Discovery History Channel-t nézed. De tudod, a Discovery History Channel-en illusztrált történész interjúk keretében tekintjük át a történelmet. A másik esetben meg egy cselekményszálat követünk. Most amikor ezt a kettőt összedolgozzuk, akkor kapunk valamit, ami egyik se, de nem a kettő erényeit ötvözi, hanem bezuhan a kettő közti résbe, vagy lukba, vagy két szék között a földre seggel. Nem a szakértők mondani valójához igazítottak egy illusztrációt dialógus nélkül, hanem egy dialógusokkal gyengén megdramatizált, szerintem szépen leforgatott történetbe beillesztettek szakértői megszólalásokat, immel-ámmal itt-ott, amott. Működött egy esetben, én a múlt hét kedden tudtam erre találni egy jó példát, az a történelmi alapú, de azért rekonstruált szórakoztató célú, vagy hogy úgy mondjam, átélhetően akciódús film, az Elit alakulat, amiben megszólaltak eredeti figurák az epizódok végén, és a sorozatnak a legvégén lettek azonosítva. Ez olyan, hogy tudod, a dokumentarista műfaj az homeopátiásan szerepel egy egyébként mozifilm jellegű külsejű és mozifilmre jellemzően dialógusokat tartalmazó műben. Az ott jól sült el. Én itt nagyon tagadom és nagyon kételkedem abban, miután egy-két cikkben ez így meg is lett említve, hogy ez eredeti szándék szerint pontosan ez a formátum. Itt volt szó, én szerintem mozifilmről, tévéfilmről, aztán sorozattá, aztán ezekkel az interjúkkal kiegészítetté vált, ami azt hiszem, hogy zseniális húzás, hogy megmetsük az úgy, ahogy sikerült filmet. Lehet, hogy még jön tavasszal vagy nyáron a játékfilm, viszont mond egy nagyon és érdekeset. És arra azt mondják, hogy narráció és a szakértők nélkül.
Igen, ami és feltettek sokkal lesz. Több anyagból, majd azt meglátjuk, hogy milyen. Itt mond egy nagyon érdekeset a Rákai Kálmán vagy Filip, ami szerintem tulajdonképpen Robi, te tanultál irodalomtörténetet, még irodalomtörténetek is tulajdonképpen érdekes, hogy itt, hogy ahogy megtörtént, ugye ez a részgeszta, magyarul, vagy a megtörténhetett volna, az az argumentum, vagy a teljesen fikciós, az pedig a fabula, ugye gyakorlatilag a 18. századig a magyar irodalom így gondolkodik, hogy vannak a megtörtént dolgok, a nem megtörtént, a fabuláris dolgok, de erkölcsi tanulsággal, és vannak azok a dolgok, amik valószerűk, és ez a kettőnek az ötvözete, de ezt élesen el kell választani, de a legértékesebb a geszta, ami valóban megtörtént. Hát ő, valaki beleíratta a Petőfi film elejére, hogy itt gyakorlatilag különböző valóság kritériumok vannak, és a valóság felfogás különböző szintjei, csak az a baj, hogy ezt az aranybulla kapcsán nem sikerült érvényesíteni. Pontosan az a furcsa, hogy ami az a szövegrész, vagy az a narratív rész, amit mondjuk a narrátor mond, a sok esetben teljesen fikciós, meg ilyen 19. századi patetikus, amit a szereplők mondanak, az ugyanígy, és így lötyögnek, tehát a regiszterek nem válnak szét. Mert ilyen értelemben tényleg az a baj, hogy nem rossz ötlet, de rendkívül rosszul van megvalósítva. Egyébként hozzáteszem, a NER is ilyen, nem? Tehát, hogy a fabula és a geszta. A mítosz kell, megírni, a mítoszból kell valóságot írni, és a valóságból hazugságot. És itt se lehet elválasztani. Tehát amit az Erasmus kapcsán itt mondanak meg, az egész elmúlt 3-4 hónapban, ott a fabula, a valós történetek és a valószerű történetek, azok elválaszthatatlanok, és sokszor ezt egyébként már a fideszes szavazók se követik. Hát úgy áll a dolog, hogy itt nem elsőrendűen nem a történelem van meghamisítva, hanem a történelemre, meg a történelem alakjaira vonatkozó erkölcsi ítélet van meghamisítva. Tehát látunk egy pártütést, de az a következő király pártütése, amely királynak a következő hatalma, az ahhoz tartozó aranybulla, az ahhoz tartozó ezer intézkedés és az ahhoz tartozó produceri szándék, az azt követeli meg, hogy az az árulás, hogy az a hitványság, hogy az a gazemberség, az államférfiúi nagyságként szerepeljen a történelemkönyvekben, tehát át kell hamisítani. Tehát itt valójában ténylegesen nem a történelem van meghamisítva, hanem a narratíva van elterelve. Van egy-két árulkodó jel, rögtön az aranybulla filmek legelső felirata, hogy reform gondolkodó uralkodó, ami a 19. század visszavetítés a második Andrásra egyébként. Kicsit olyan, mint hogy Gyurcsány Ferencről beszélne Hitler István mondjuk 2006-ban, mindegy, meg hogy a igazi keresztény értékek szerint, nem tudom, egy középkori király az ilyen értékek szerint gondolkodhat, tehát hogy itt hangsúlyozzák, illetve a szövegbe folyamatosan... Mi lett volna az alternatívája a keresztény értékeknek? Nem világos, és folyamatosan arról beszél a szöveg, hogy a kereszténység védelme, ami nyilván ott van, tehát nem arról van szó. Akkor ott ez nem volt értelmezve, nem volt török hódítás. Most akkor mit jelent ott a keresztény erkölcs védelme? Mit jelent? Jó, a szentföldi hadjárat kapcsán igen, de van egy pont, ahol az is elhangzik, hogy hát ez nem a mi háborunk, menjünk haza. Tehát, De akkor mégsem a mi háborunk? Tehát ki fogja megvédeni a kereszténységet, ha ez nem a mi háborunk? Nem a mi háborunk, ez elhangzik mondjuk Ukrajna kapcsán egyébként, majd Orbán szájából. Illetve van egy érdekes, az utolsó részben elhangzik az, hogy stratégiai, talán még nemzet stratégia is elhangzik, mint kifejezés, vagy gazdasági stratégia, vagy egyébként. Gyakorlatilag ez Varga Mihály is mondhatta volna. Tehát ezek, hogy benne vannak a második András értékelésében, de nem a történészek, hanem a narráció mondja. Miközben pedig a második András, amikor kiáll és beszédet intéz a katonáinak, akkor gyakorlatilag ilyen kossuthi pátosszal beszél, állandóan hazáról beszél, pontosabban nemzetről beszél folyamatosan, amit gyakorlatilag nem nagyon valószínű. Értelmezhetetlen. Felvidékről beszél, meg Kárpátokról még esetleg, de felvidékről egészen biztosan nem beszélt. Így, hogy mi lenne, elvesztenék felvidéket? Hát a felvidék az egy sokkal modernebb kifejezés. Tehát gyakorlatilag egy ilyen 19. századi nemzeti narratívát sikerül visszavetítenie a szereplők dialógusaiban.
Egyébként a 19. században ezt így csinálták. Hát ez volt a romantika. Csak ez... Katona bankbánya. Igen, katona bankbánya, vagy Arany Jánosnak a nem, Buda halála. Hát az, mindez arról szól, hogy igenis, visszavetítjük a 19. századi szellemet, de ők akkor benne gázoltak a 19. századi szellemben. Most azért ezt már, ezen már túl vagyunk elvileg. Elvileg ezt most már meghaladhatnánk, de tulajdonképpen az egész magyar közgondolás és az állam által diktált étosz az a 19. században gyökerezik, és nem tud tovább lépni annál. Nem tud a modernitásba lépni. De ez egy dolog, csak ezt dokumentumfilmként ne adják el. Ez, nézd, ez már egy műfaji probléma. Tehát a producereknek először azt kell eldönteniük, hogy milyen műfajú filmet készítenek. Ez az első. Ez a legelső. Ez most minden az utolsó volt, Robi. Na, de ez még meg se történt. Várjál, ez majd valamikor a jövőben. A film már kész van, a műfaját még várjuk. Igen, a műfaját még várjuk. A legeslegelső az az, hogy eldöntjük, hogy mi most egy ismeretterjesztő segédanyagot gyártunk, egy fikciót gyártunk történelmi alapokon, egy történelmi filmet gyártunk. Sokféle módon el lehet ezt dönteni, de tudod, az el nem döntésből következik az, hogy nagyjából azon múlik, hogy mit kapsz, hogy melyik percnél kezded el nézni. De nekem még egy bajom, én végignéztem becsülettel az egészet, nem az a bajom, hogy keveredik, meg hogy néha ezek a szétválasztandó részek keverik a szerepeket, hanem hogy egyik se jó a maga nemében sem, mert nem tudja, hogy mit akar. Tehát hogyha szétvágnánk csak a dramaturgizált jeleneteket, akkor egy nagyon felületes játékfilmet kapnánk. Én ezért félek attól a mozi változattól, amiben nincsen narráció, viszont amiben meg van, tehát amiben olyan karakterek érzéseit, akiknek van szája és dialógusai, egy narrátor fejez ki végül, mert hát így nem sikerült a szereplőnek a szájába adni, úgyhogy átérez. Akkor ez egy rádiójáték, hogyha mindent, ami történik, azt még el is kell mondani. Két példát mondok. Vannak olyan jelenetek, amikor a első három mondat, az valamifajta ilyen történelmi bevezető, hogy hát nem tudom, kikkel kereskedünk, és mennyi bevételünk van. Most ezt miért kell odarakni? Tehát, hogy ezt majd elmondja a szakértő. Ezek szerint a szakértő nem mondta. Meg a másik, ami érdekes nekem, hogy van, tehát egy csomó drámát összefűznek, de hogy mondjuk pont a második András esküvőjén a menyasszony és a vőlegény tánca alatt beszélik meg, hogy mi a stratégia, és pont az esküvő estején derül ki, hogy a bátyának mégiscsak születik fia Imre. Tehát minden egyetlen egy pontban, egyetlen egy három órás buliba történik. Ez filmben rendben van, de ez dokumentumfilmként ne tessék előadni. Egészen biztosan nem. Egyetlen este dőltek el ezek az ügyek. Nekem az volt a legfájdalmasabb a Gyűrűk urában, én már nem tudom, hogy melyik részében történt, akkor valamelyik ember király kiáll a falakra, és azt mondja, hogy tehát ezek alatt a falak alatt dől el, korunk hogyan alakul. És így tudod, kiszól a cselekményből, tulajdonképpen narrátorrá válik, és így kilép az időből, a saját idejéből, a saját létkeretéből, és mintegy fölé emelkedik a történelmi időnek, és von egy ilyen nagy-nagy mérleget. Ilyen nincs, ilyen nem történik soha. Biztosak lehettek abban, hogy amikor a Wehrmacht Moszkva alatt állomásozott, és november 7-én a díszfelvonulásról egyenesen a frontra mentek a T-34-es tankok, Sztálin a tribünön nem mondta azt, hogy tehát Moszkva alatt dől el, korunk hogyan alakul. Na most itt ebben az aranybullában folyamatosan ilyen pillanatok váltják egymást. Hogy egyszerűen... ezt a történésszel mondassák ki, ne a szereplőkkel, ha szabad kérnem. Mert ez így teljesen életszerűtlen, és nagyjából az első, tudod, az első lépés az az, hogy eldöntjük azt, hogy mi a narrátor szövege, és mi a szereplő szövege. És a narrátor szövegét nem adjuk a szereplő szájába, mert az még csak nem is történelmietlen, egyszerűen gagyi és átélhetetlen. Az fabulának se jó. Így van, átélhetetlenné teszi a cselekményt.
A történelmi film ismert történelmi személyek vagy valós történelmi események bemutatása a filmvásznon. A történelmi film lehet történelmi játékfilm vagy történelmi dokumentumfilm, de például az éppen készülő minden idők legdrágább magyar filmje, a Most vagy Soha, az alkotók műfaj meghatározása szerint történelmi kalandfilm. Az alkotás az 1848. március 15-i pesti forradalmat, Petőfi Sándort és a márciusi ifjakat mutatja be. Történelmi filmekről szeretnénk beszélgetni. Általában mik az elvárásaink, mit figyelünk meg rajtuk, mi alapján várunk el többet egy újabbtól, egy réginek a fényében, mi alapján esünk hanyat egy újabbtól a múltnak a fényében? Nem azt várjuk a történelmi filmektől, hogy minden, ami abban történik, az megtörténjen. Azt várjuk, hogy aminek történelmi érvénye és relevanciája van, az történjen meg, illetve úgy történt, hát elvárjuk, hogy aként dolgozza fel, ahogy az történt. Ez általában a történelmi szál, vagy úgy mondom, hogy a történelmi háttér. Hogy a magánéleti előtérben mi történik, ott nem elvárás, hogy az megtörtént esemény legyen, de elvárás, hogy akár úgy is történhessen, vagy történhetett volna. Tehát elvárjuk, az még történelmi film, hogy a főhősök cselekménye, magánéleti, szerelmi sztoria, az nem történt meg ténylegesen úgy a valóságban, de ha megtörtént volna, úgy történt volna, ahogyan bemutatják, akkor nyelvén, akkor erkölcseinek, akkor viselkedési kultúrájának megfelelően történjen, és hogy ne hamisítson a történelmi, a nagy egészre, a történelmi cselekményre, az összképre vonatkozó tényeket. Na, ez a minimális elvárás egy történelmi filmmel kapcsolatban. Itt azért van két kérdés, hogy tehát, hogy egyrészt működnie kell, mint történet, működnie kell, mint sztori. Tehát ezt a Vajna egyébként megmondta, hogy ha bármilyen filmet csináljuk, az legyen szórakoztató. Hogy az embereknek be kell menniük a moziba, meg kell nézniük, érezzenek valamit, röhögjenek, legyen katarzis valamit. Tehát, mint történet, tehát, mint érzelmet kiváltó, hatást generáló alkotás működjön. Ez mindenképpen kritérium. Tehát, hogy a történeti hűség az egy dolog. Viszont amit te mondasz, az az általam, illetve tulajdonképpen a Rákai Filip által felvetett hármas kategóriák között a valószerűség kritériuma. Tehát nem kell hitelesnek lenni, hogy tényleg így történt, de legyen valószerű. De a magánéleti cselekmény vonatkozásában, ne a történelmi cselekmény vonatkozásában. Érted? Ez jó, oké, de hogy akkor azt jelenti, hogy ha azt a sztorit átharakjuk 20. századi szerelmi történetbe, akkor mint szerelmi történet legyen hiteles. Csak nekem akkor az a kérdésem, hogy egy 20. századi szerelmi történetet, ha visszavetitek második András hálószobájába, akkor az rendben van, mert az Aranybullánál pont ez történik, itt a szünetben beszéltünk, hogy van egy jelenet, amikor a szerelmi jelenete van az Andrásnak meg Gertrudnak, és a részek merániak berohannak, és akkor ott fel vannak háborodva, mert hogy az intim szférájába behatoltak idegenek, ami egy tökre modern koncepció. Tehát, hogy ott lehet, hogy hiteles szerelmi jelenet, de a középkorban ez nem stimmel. Hát arról van szó, hogy már a 20. A 20. században, és már a 13. században voltak törvényes és törvénytelen kapcsolatok. Törvényes szexuális viszonyok és törvénytelen szexuális viszonyok. Nem az az elvárás, hogy a 19. századi erkölcsöt, vagy a 20. századi erkölcsöt, vagy normákat vetítsék vissza a középkorba. De az elvárás, hogy ha bemutat a középkorban egy szerelmi viszonyt, azt a középkor erkölcsi normái, középkor szokásai, középkor viselkedés kultúrája alapján mutassa. Tehát úgy mutassa, hogy az akkor történt volna. Tehát legyen beilleszthető a kor kultúrájába az, amit látunk a képen. Tehát ne lássunk egy 19. századi módon megélt viszonyt a 13. századba visszavetítve. Mert az akkor is történelmietlen, ha amúgy nem elvárás, hogy az a dolog úgy megtörténjen, vagy meg kellett, hogy történjen a múltban, ahogyan bemutatják,
Viszont ugyanez már a történelmi eseményekre vonatkozóan nem elég. Nem elég. Nem lehet bemutatni úgy egy csatát, hogy ha ez a csata másképp alakult volna egy párhuzamos dimenzióban, vagy egy párhuzamos valóságban, ahogyan a Tarantino a történelmet kezeli, akkor az így végződött volna. És hitelesen meg reálisan a kor viselkedés kultúrájának, öltözködési kultúrájának megfelelően mutatom be azt, hogy a csata ellenkező módon ért véget, mint ahogyan az a történelemben történt. Ez így már történelemhamisítás. Persze, ahogy a Tarantino csinálja nagyon szórakoztató módon, olyan történelmi eseményekkel kapcsolatban, amelyeknek triviális a megítélése is. Senkiben nem lesz kétség afelől, hogy a Roman Polanszkinak a feleségét tényleg megölték, és nem úszta meg végül. Vagy senkinek nem lesz kétsége afelől, hogy nem sikerült a 9 merénylet egyszerre egyidejűleg Hitler ellen. Az ott a szórakoztatásnak van alárendelve. De akkor is mindenképpen egy posztmodern gesztus a Tarantino részéről, hogy a valóságot azt nem tekinti kőbevésetnek. Ilyen módon a Tarantinónak a filmjei semmilyen módon nem tekinthetők történelmi filmeknek. Tehát a Becstelen Brigantik semmilyen módon nem történelmi film. Nem csak azért nem történelmi film, mert megváltoztatja a történelmi cselekményt, hanem azért sem történelmi film, mert egy olyan zsidót vetít vissza az időben, a holokauszt idejére, amely zsidó aztán a holokauszt után nem kevéssé a holokauszt következményeként Izraelben született meg ez a telepes zsidó, ez a fegyverrel a kezében az országát védő zsidó, ez az antiszemitizmus ellen fegyveresen, akár kőkemény, erőszakos eszközökkel is fellépő zsidó nem létezett. Főleg nem Európában a második világháború idején. Tehát egy később született zsidó identitást vetít vissza a történelembe a Tarantino. Ilyen módon próbál elégtételt szolgáltatni, ha már akkor létezett volna az a zsidó, ha ilyen gyorsan lezajlott volna ez az immunválasz a zsidóságban a holokausztra, akkor létezhettek volna Becstelen Brigantik. De Tarantino nem is írja rá, hogy történelmi kalandfilm, történelmi dokumentumfilm, még csak az sem, hogy történelmi sci-fi, ami viszont ugye létezhet ebben a kategóriában. Ő azt írja, hogy dráma, és akkor tulajdonképpen így már elrabolhatja a műfajt, és elviheti akármilyen irányba. Ugye azért a, nem tudom, a Man in the Iron Castle az egy működőképes történelmi sci-fi alapötlet. Man in the High Castle. High Castle, igen. Hogy ez, én valamilyen szempontból kevesebbet várok el ettől a definíciótól, mint ami elhangzott, és valamilyen szempontból többet. Egyrészt én azt hiszem, hogy én azt gondolom, hogy amit nem tudunk alátámasztani, amit nem sikerült pontosan megismerni valaminek a részletét, az szerintem fikcióval kitölthető, és amennyiben az nem egy személyes szintéren történik, hanem történelmi, akkor miért ne gondolkodhatnának el azon, hogy ez akár így is történetet elhangozhatott volna, bár nem értékelem különösebben, de mondjuk az Oliver Stone ezt többször megtette szerintem. A másik, hogyha szerelmi történetet nevezünk történelmi filmnek, tehát hogy tulajdonképpen mondjuk egy másfél órás film közben három ponton lehet azonosítani, hogy a történelemben hol járunk, vagy mondjuk ilyen szempont mondjuk nem történelmi film a Forrest Gump, de néhány kis ponton lehet azonosítani egy-egy történelmi eseményt. Látod, a Forrest Gump pont jó példa, a Forrest Gump nem hamisítja meg a történelmet, beemel egy karaktert, akinek fikciós a sztoria, de az nem hat ki olyan mértékben a történelmi cselekményre, hogy az meghamisítsa. De szintén nem történelmi, én azt hiszem, hogyha előtérbe kerül a szerelmi szál, és tulajdonképpen arról szól, csak valamilyen kis metaforaként a háború így rá van húzva a sorsukra, akkor az nem egy történelmi film, hanem egy romantikus film, vagy akkor nevezzük
kosztümös filmnek, mert attól, hogy egy cselekmény korábban játszódik, mint amelyen évet most írtunk, még nem lesz történelmi. Ugyanakkor, ha a múlt hétről csinálok egy filmet, de én történelmi igényességgel, akkor az meg történelmi film. Tudod, mi, meg ez, hogy kosztümös, ezt tudod, mire használják? Az első világháború előtti filmek, előtt játszódó filmekre használják. Különös módon nem az a kosztümös, ami a történelmi és nem a jelenkorban játszódik, hanem ott van valahol egy határ az első világháború, nagyjából a 10-es éveknek a derekán, ami után készült, azt már senki nem tekinti kosztümös filmnek, de hogyha előtte legalább a boldog békeidőkben játszódik, akkor az kosztümös, vagy az előtt. De akkor kell egy olyan történelmi film kategória, ami igazából valami olyasmi, hogy történelmi keretek közé ültetett film, tehát nem történelmi, hanem a körítése, a kontextusa. Viszont mondanék egy konkrét példát, nem tudom, láttátok-e, szünetben említettem, született egy Robin Hood film a Russell Crowe főszereplésével, Kate Blanchett játszik benne. Az az érdekes a történetben, hogy a Robin Hood történetét adja a Magna Carta keletkezésének háttértörténeteként. Tehát a Robin Hood az, aki tulajdonképpen létrehozza a Magna Chartát. Ami azért érdekes, mert... Az angol aranybullát. Igen, tehát két történeti mítoszt, az egyik a szabadság angol szász vagy európai mítoszát, az egyenlőség nagy történeti mítoszával egy ilyen nagy történetbe, ráadásul más szerelmi történetbe. Szerelmi történetbe. Igen, csak ez így látott már történelem hamisítás. De nem is mondja, hogy ez történelmi. Ja, világos, inkább az ellenkezője, tudod, inkább történelmietlen film. Miért kell, mert ez is valójában egy modern igényt elégít ki, hogy itt a nagy narratívákat egyetlen egy eredőből vezessük le. Ez egy modern igény. Miért kell a rendiséget a Robin Hood-tól eredeztetni? Mi szükség van erre? Egyébként ez nem olyan erős. Két mítoszt összedolgozni, kicsit olyan, mint a Predator versus Alien, Whoever Wins, We Lose koncepciója. Itt van két mítosz, mind a kettő kimerülni látszik, dolgozzuk őket össze, hát ha így együtt még ér néhány filmet, vagy néhány rókabőrt. Nem ezért nem olyan jó film egyébként, ilyen 6 pontot kap az IMDb-n, nem mintha az nem egy ilyen sorosista összeesküvés lenne, azért, mert egyszerűen a dramaturgiailag az a Magna Carta az úgy megöli az egész sztorit, tehát hogy egyszerűen nem oda megy és azt mondja, hogy már pedig szabadság kell, és akkor kiveri a királyból, tehát hogy én ebben nem értek egyet, de hogy egyébként tényleg nem működik, mert hogy túl nagy falat, miközben nem mondja ki szájbarágosan, hogy ő ilyen mitoszt akar teremteni, mert egyébként szórakoztatónak indul a film, és nem is rossz, csak valahogy mégse sikerül a végén. A Top Secretnek például mit engedünk meg a napokban, valahol szóba került, hogy ugye elmennek, nem tudom, Kelet-Németországba, de náci katonákat látunk. Vicces hülyeségnek. De az legalább nem csúszott le a történelmi filmségről, mert meg se próbálta soha, tudod. Miért a gyaloggalop is ilyen? De figyelj, azon kívül, hogy viccesen akar szórakoztatni, nem különbözik attól a drámai fikciótól, ha mondjuk rettegés akar ugyanebben a korban kelteni valami, de nincs történelmi szándéka. Tehát azért, mert világos, hogy bohóckodnak, attól szerintem nem kell elnézőbbnek lenni, vagy nem kell kevésbé elnézőnek lenni azzal szemben, aki egy szerelmi drámát akar bemutatni. Egyszerűen csak ne hívjuk történelmi filmnek. Tehát nem is hívjuk. De tudod, ha a cselekmény valamilyen mértékben vonatkozik a történelemre, illetve annak a megítélésére, akkor történelmi film. Hiszen következik belőle valami a történelemre vonatkozóan. Akkor is, ha fikciós. Mondjuk a Kőszívű ember fiai, az eléggé fikciós, hiszen a Jókainak a regényéből készült, de nagyon is hordoz tanulságokat a történelemre vonatkozóan. Van egy magánéleti szál, kvázi az a cselekmény, de a háttérben zajló forradalom és szabadságharc az igenis átszövi a magánéleti cselekményt, és igenis
nem kétséges az írói szándék arra a szabadságharc megítélésére vonatkozóan, tehát történelmi filmnek kell tekinteni. Meg a magyar aulikus arisztokráciáról is mond valamit, hogy a kőszívű embernek a fiai hogy viselkednek egy ilyen szakításos helyzetben. És ugye mindegyik másképp. És ott is van egy szerelmi szál, meg önfeláldozás, meg igen, kötelességtudat, mindenféle. Igen, de a Top Secretben ott tényleg csak a háttér az, ami kvázi történelmi. Bármilyen más keretbe, bármilyen más háttér előtt lezajlanak ezek a poénok, nagyjából ugyanígy röhögsz rajta. Nem vonatkozik belőle semmi tanulság a történelemre vonatkozóan. Ilyen módon tulajdonképpen nincs jelentősége annak, hogy ez történelmi keretben zajlik. De egy dolog érdekes, zajlik. Hogy parodizálja mondjuk a francia ellenállás egyébként valószínű fikción alapuló képét, tehát ezek, akik ilyen tökre titkosak, milyen fura nevük van, és ilyen teljesen... Déjà vu, latrin, igen, meg klasszon, meg a hatalom rettegése, meg mindenféle egyebeknek a mechanizmusait bemutatja borzasztóan torz módon, ami egyfajta reminiszencia a történet ismeretünkre, de nem innen ismerjük. Lehet, meg. Hogy földrajzi film, hiszen két különböző korban, de ugyanarra a területre jellemző történelmi sajátosságot. Minden film földrajzi film, hiszen minden film játszódik valahol. És akkor már ott tartunk, hogy minden nem, film történelmi film, hiszen minden film játszódik valamikor. Egér a Marson is játszódik valahol, és mégsem. Dehogy is nem, ezen az alapon már nagyon is az. Történelmi filmekről beszélgetünk úgy általában, én meglepően definiálandónak látom ezt, kerestem két listát az IMDb-n, meg még valahol a mit tudom én, top 30, top 50 történelmi filmről felsorolom, hogy miket találtam benne, és akkor ebből azért kiderül, hogy elég megengedő a közvéleménynek a kategorizálása. Dunkirk, Apollo 13, Schindler, Midway, Unbroken, ugye az is egy háborús film, aztán a Korona, a Király beszéde, a Spotlight, Chicagói hetek, Aki legyőzte Al Capone-t, Ryan közlegény, Elit alakulat, Véres gyémánt, Ben-Hur, Gladiátor, Ellenség a kapuknál, Hotel Rwanda, Passió, A mások élete, Titanic, Spartacus. Én a Titanicnál egy picit már elröhögtem magam. És ezek konkrétan úgy listázott filmek, hogy történelmi filmek, tehát még azt hiszem, hogy lehet, Titanic hogy az egy nagyobb Titanic igényesség az egy... van, vagy itt verjük az asztal, de... Szóval úgy áll, hogy a Titanic az egy katasztrófa film, egy katasztrófáról, ami tényleg megtörtént, de hogy ez ettől történelmi film lesz-e, hát nem tudom. Én összeírtam a kedvenc történelmi filmjeimet, amiket én a legjobbaknak tartom, vagy amik rám a legnagyobb hatást gyakorolták. Hát a Véres gyémánt az tényleg nagyon jó film, de nem tudom, hogy mennyire történelmi film. Az egy... Nem gondolom, hogy hamis képet fest az afrikai közállapotokról, de hogy mennyire ez zajlik a történelmi múltban, illetve mennyire megtörtént esetet dolgoz fel, hát mennyire vonatkozik a történelemre abból bármi. Most akkor itt említhetném a Fegyvernepert, ami még jobb film, mint a Véres gyémánt, szintén a harmadik világ, és szintén a nyugati ember problematikus viszonyát dolgozza fel, és nem gondolom, hogy ettől történelmi film lenne, de egy nagyon jó film, és egyébként ha jól tudom, az Amnesty International forgattatta le, tehát az Amnesty International áll a produkció mögött. És elég hiteles sztori. Szóval, hogy ott van a Hotel Rwanda, amit említettél az imént, az minden ízében történelmi film, és valóban hiteles is. Das Boot, Wolfgang Petersen filmje. Nagyon jó film. Az egy kiváló film. A szemöldök, az egy kiváló hogy... film. Az egy kiváló film, és nem azt mondom, hogy így történt a cselekmény, de ha megtörtént volna, így történt volna, és a háborús cselekményre vonatkozóan nem hamisít. Trója. Most a Trója az nem történelmi film abban az értelemben, hogy az Iliászt dolgozza fel, ami egy mítosz. Ugyanakkor tudjuk, hogy létezett a trójai háború, nagyon keveset tudunk róla, és ha már a trójai háborút földolgozza valami, akkor úgy történelmiebbnek hat, hogyha az isteneknek a síkját kiveszi belőle. Hogyha
azt mutatja meg, ami emberi szem számára látható volt a trójai háborúból. És az a, az a Trójában szintén Wolfgang Petersen rendezésében az megvalósul. A mások élete. És akkor ide tartozik a Sztálingrád, és ide tartozik a Bukás. Ez a három film azért tartozik össze, mert senki nem tud úgy. És itt most a kipontozott részt, most itt kipontozunk egy részt, és úgy végződik a mondat, hogy mint a németek. Senki nem tud úgy kapitalizmus, vagy termékeket, vagy szolgáltatásokat gyártani, olyan színvonalon dolgozni, senki nem tud úgy háborúzni, senki nem tud olyan komolyan kommunistáskodni, fasisztáskodni, liberáliskodni, LMBT-kuskodni. Ellazulni, vicceskedni. Igen. Ezek nem. Nem, az pont nem. Az főzni, az sem. És itt most a kipontozott részt úgy töltöm ki, hogy szembenézni. Ebben is a németek eminensek. Senki nem tud úgy szembenézni a bűneikkel, és hát van bűnük bőven, tehát van mivel szembenézni, azzal is el vannak látva. Senki nem tud olyan lelkiismeretesen, és olyan mélyrehatóan szembenézni, és tényleg megváltozni, és tényleg az erkölcsi katarzist önmagára vonatkoztatni, mint a németek, és ha erre van bizonyíték, akkor az a második világháborúra vonatkozóan a Sztálingrád, a nácizmusra vonatkozóan a Bukás, és a komcsi múltjukra, az államszocialista, NDK-s múltjukra vonatkozóan a mások élete. En mind a három történelmi film, mind a három hiteles történelmi képet fest. A Bukás az maradéktalanul, tehát az a Hitler asszisztensének, gépírónőjének a visszaemlékezés alapján részletekbe menően hiteles. Tehát a Bukás az a... Itt mindegyik film, amiről beszélünk, hogy történelmi film, valamennyi fikciót tartalmaz. A Bukás az gyakorlatilag semmi fikciót nem tartalmaz. Amit a Bukásban látsz, az úgy történt, azok úgy hangzottak el jegyzőkönyvek alapján, tehát az tényleg olyan, mintha történészek írták volna a Bukást. A Sztálingrád nyilván fikciós, de a sztálingrádi csatát semmilyen film nem mutatta be olyan hitelesen, mint a Sztálingrád. Még az Ellenség a kapuknál című film sem, ami szintén egy teljes értékű háborús film, háborús kalandfilm, azt rámerem mondani, hogy háborús kalandfilm, két mesterlövésznek a párviadaláról szól, de azok is éltek a történelemben, megtörtént ez a párviadal, valóban a szovjet fél nyerte, nem hiteles, nyilván a dialógusok szintjéig lemenően nem hiteles a film, de annyira erős képet fest a sztálingrádi csatáról, hogy az milyen lehetett, hogy érdemes megnézni, de nem jön a Sztálingrádhoz. Tehát nem jön a... Azt gondolom, hogy erről a háborúról, meg erről a csatáról is a németek tudtak igazán jó filmet csinálni. Nyilván a Schindler listája is ide tartozik. A Schindler listája egy történelmi keretek közt zajló, az Oskar Schindlernek az életét és a tevékenységét hitelesen feldolgozó, de nyilván egy számos fikciós elemmel dolgozó film. Van benne olyan fikció, ami simán és bőven belefér, és szerintem a többsége ezeknek a fiktív elemeknek helyes és ízléses. A Piros ruhás kislány egy fekete-fehér filmben nem az. Tehát ez az a pont, ami nem az. Tehát ez az, amihez nincsen joga egy filmrendezőnek. Tehát itt van az, hogy a filmrendező, aki a filmnek az istene, ő a filmnek, a filmhez úgy viszonyul, hogy az Isten a világhoz. Na most vannak bizonyos szabályok, amikben az Isten nem nyúl be. Tehát nem, tudod, lehet, hogy hatalma van, ha mondjuk úgy képzeljük el, de nem teszi, mert a világnak a rendje az őt is kötelezi. Na most itt a Schindler listájában a Spielberg az kilépett ebből, vagy ez alól a kötelezettség alól. Most akkor, ha ő úgy dönt, hogy egy fekete-fehér filmet csinál, mert nekünk ezeket a képkockákat nincsen jogunk színesben látni, mert ez így történelmi, mert ez így a történelmi emlékezetnek megfelelő, akkor hogy kerül oda a Piros ruhás kislány? Szóval, hogy ez egy olyan amúgy gicses és tisztességtelen hollywoodi húzás, ami például nem, tehát például dekonstruálja azt a koncepciót, hogy a Schindler listája történelmi filmnek legyen tekinthető. A Király beszéde. Az messze menőkig történelmi, megtörtént esetet dolgoz fel, nem állítom, hogy a részletekbe menően meg a dialógusokig úgy történt, de
nagy vonalakban úgy történt, és messze menőkig történelmi filmnek minősíthető. A Halál 50 órája. Megtörtént háborús cselekményről szól, megtörtént csatáról szól. A Robert Shaw által játszott Hessler ezredes egy létező személy volt, nem Hesslernek hívták, de létező személy volt. Maga a hadművelet megtörtént. Hasonló módon vesztették el a németek a hadműveletet az Ardennekben, mint ahogyan ezt földolgozza a film. Ez egy kiváló film, A halál 50 órája, és elsősorban azért, mert ezt a porosz Juncker szellemet és a háborúhoz való viszonyt kiválóan dolgozza fel. Andrzej Wajda, Danton című filmje. Egészen elképesztően kiváló film. Az alapján, amit tudunk, történészek tudása alapján így történtek a dolgok. Nem állítom azt, hogy a Danton, amikor Robespierre-rel tárgyalt, akkor tényleg azt a rengeteg ételt ott abba a szalomba mind-mind fölhalmozta, ahogyan abban a jelenetben zajlik. A Depardieu játssza a Dantont. De hogy a politika cselekménye, az volt, amit a Danton film bemutat, arra bárki ráteheti a nagy esküt. A Misszió, az egy egészen kiváló film a Robert De Niro-nak az alakításában. Az amerikai jezsuita rendnek a konkvisztádorok elleni küzdelméről szól. És arról tulajdonképpen azt mutatja be a Misszió, hogy hogyan lett Amerikában a kereszténység baloldali eszme. Ahogy Európában a kereszténység egy jobboldali eszme, vagy inkább akkor úgy mondom, bocsánat, a katolicizmus egy baloldali eszme, mert hogy Amerikában a neoprotestantizmus, az Amerikai Egyesült Államok államvallása, és azzal szemben a katolicizmus a felszabadítási teológiával egy ellenállást képez, egy baloldali ellenállást képez, míg Európában a katolicizmus tulajdonképpen egy reakciós szellem. Addig Amerikában a katolicizmus egy baloldali, és hát most a reakciósok úgy hívják, hogy felforgató, én meg inkább úgy mondanám, hogy egy progresszív szellem. Jeanne d'Arc, Luc Bessonnak a filmje. Én sok Jeanne d'Arc filmet megnéztem, mert én rajongok ezért a történelmi alakért. Én nem láttam olyan kiváló Jeanne d'Arc filmet, mint a Luc Besson féle. Na így egyébként kevésbé hiteles történelmileg, de itt nem is a történelmi hitelesség az elsőrendű, hanem ennek a Jeanne d'Arcnak a figurája, aki valahol az őrült és a szent között helyezkedik el, és minden feldolgozás valahova máshova helyezi az őrült és a szent között. Tehát a narratíva egyik végpontján áll a skizofrén, akinek hallucinációi vannak, hangokat hall. A skála másik oldalán meg a szent, akit az Isten küldött és küldetése van, hogy felszabadítsa Franciaországot az angolok alól. Vajon az Isten tényleg a franciák oldalán állt a 100 éves háborúban? Ezzel a kérdéssel, alapvetően ezzel a kérdéssel, amit a francia nacionalizmus teremtett sokkal később, de ez a narratíva szállta meg a Jeanne d'Arc emlékezetét, meg a Jeanne d'Arcnak a személyét, ezzel néz szembe a Jeanne d'Arc című film. A szakasz. Az Oliver Stone második legjobb filmje, A született gyilkosok után. Messze menőkig hiteles. Nem azt mondom, hogy az Elias őrnagy, meg a Barnes őrnagy az létezett, és hogy volt köztük egy ilyen konfliktus, hanem azt mondom, és ez viszont történelmileg messze menőkig hiteles, hogy a vietnámi háborúban ez a két tömb uralkodott a katonák körében. Az a fajta kultúrájú hippi szellem, amit az Elias őrnagy hordozott, meg az a kultúrájú white trash szellem, amit meg a Barnes őrnagy hordozott. Ezek megvoltak, ezek jelen voltak, ezek archetipikus alakok, de kifejeznek egy fontos szerepet, vagy két fontos, egy-egy fontos szerepet, illetve egy fontos konfliktust a történelemből. Akkor itt kell megemlíteni az 1492 A paradicsom meghódítása című filmet, ami nyilván a Vangelis zenéje miatt olyan népszerű amennyire, de amúgy én úgy gondolom, hogy egy jó film, és
A Depardieu-nek a játéka az emlékezetes benne. 1917 Sam Mendes filmje az első világháborúról. Szerintem egy nagyon jó film. Egyetlen jelenetet látsz vágás nélkül az elejétől a végéig. Én azt hiszem, hogy ezt a filmet nem lehetett volna a komputer grafika előtt, a CGI előtti időkben elkészíteni. Itt kell megemlíteni még a... Esetleg aznap, amikor történik, akkor el lehetett volna. Igen. Tar Béla tud még ilyeneket. Igen, csak kevesebb a cselekmény. Kevesebb akcióval már megy. Itt kell még megemlíteni Mel Gibsonnak két filmjét. Az egyik az Apokaliptó, amelyik nem történelmi film, hanem egy akciófilm, de egy nagyon fontos történelmi cselekményre, egy nagyon fontos történelmi konfliktusra, egy nagyon fontos történelmi eseményre reflektál, egy nagyon fontos történelmi kornak a mérlegét vonja meg, és ilyen értelemben igenis történelmi film, mert nagyon is vonatkozik belőle tanulság a történelemre vonatkozóan. És a Fegyvertelen katona. Elképesztő kiváló film, szintén Mel Gibsonnak a filmje, elképesztő kiváló film, egy háborús film, ami egyszerre pacifista film, pacifista értékvallás és demonstráció a Mel Gibson részéről, és tulajdonképpen a Mel Gibson története rendezői karrierjének van egy fényes és van egy sötét oldala. Van, amikor a dühére hallgat, és van, amikor meg a Szent Szellem iránymutatására. Most ezek a filmek az én szememben, az Apokaliptó és főleg a Fegyvertelen katona olyan filmek, ahol a Mel Gibson a legjobbat hozta ki magából. Én is megemlítek egy párat akkor, volt időm levegőt venni. Nekem a kedvenc történelmi filmjeim az Olajfalók, az Igazi Mao és a Csillagok háborúja, meg a Dűne egy picit. De komolyabbra veszem a figurát, én akkor sem vagyok ennél sokkal komolyabb. Tehát a Chicagói hetek, a Spotlight, az Elit alakulat, a műszerző nélkül a fikciós dolog ellenére, tehát átélhetővé teszi mind a kelet, mind a nyugat-német sorsot, és azt hiszem ugyanaz az alkotó, mint a mások élete esetében. Aztán a Bombák földjén, meg az Amerikai mesterlövész, ami megint csak én nem tudom, hogy mi az, ami szóról szóra történik ott, de a néhány erős vietnámi feldolgozás óta én ezek közül a 2000-es évek, vagy hogy mondjam, az én saját koromnak a közel-keleti háborújából nem tudtam áthozni, átérezni azt, hogy milyen ott katonaként, és ezek ezt a feladatot elvégzik. Illetve a Generációk háborúja, ezt már többször említettem, csak sose tudtam, hogy ez a magyar címe, ez szintén német, ez is ilyen halálfikciósnak tűnik, meg szerelmi szál, meg minden van benne, de német fiatalok, akik a háború előtt, és a háború közben, és a háború után különböző, nyilván a származásuknak, meg a nemüknek, és a koruknak megfelelő életutat járnak be. Szerintem egy nagyon tanulságos. Illetve még megemlíteném azt, hogy szerintem a mostanában divatos, ilyen krimi jellegű, de mégis tudod, létez, ilyen true crime sorozatok, amik van, hogy dokumentumfilmek, akkor azt egy történelmi dokumentumfilm szerintem. Tehát azért, mert valami 1970-es években történt, attól az már történelmi. És különösen, hogy tényleg azzal az igénnyel mutat be ilyet, aztán ha ebből izgalmas televíziós sorozatot gyártanak szép helyszínekkel és nagy izgalmakkal, akkor már gyengül ennek az ereje, de például a Serpent, a kígyó, az a Tájföldön és Ázsiában gyakorló sorozatgyilkos, ez szerintem a róla szóló film, az van annyira történelmi, mint némelyik, amit felsoroltál, ráadásul egyébként a csávot szabadon engedték most a napokban, mert már túl öreg, hogy Franciaországban börtönben legyen. Marci? Messziről kezdem, nem tudom, ha láttátok-e Christoph Waltznak egy 1993-as tévéfilmjét, a König der letzten Tage, ez a végidők napja is szenzációs, ez 1530-ban anabaptisták elfoglalják Münster városát, berendezkednek, új Jeruzsálemet alapítanak, minden vasárnap teljes promiszkuitás van az Isten tiszteleten, mert ugye Isten azt adta parancsba, hogy sokasodjatok, szaporodjatok, stb. Christoph Waltz a proféta király.
őrületesen szenzációs, ahogy az őrült anabaptista királyt játssza. Ez egy történelmi esemény egyébként, Linefire Leiden meg egyebekhez kötődik. Rendkívül jó. A zenéje és brutálisan jó a Voice, nem jut eszembe a vezeték neve, nagyon jó lengyel kortárs zeneszerző írta a zenéjét is. Azt akarom kérdezni, hogy egy ránézésre a büdzséjére tudnál egy ilyen tippet tenni? Hogy mondjuk TV-film volt. Aha. Tehát 93. Aha. Tehát, hogy Duna TV adta. Nem horror pénzből is lehet nem, egy nem, nagyon szerintem hatásos. Pár millió Deutsche Mark lehetett. Nagyon-nagyon jó. Megyek tovább. Azt hiszem ez is 93-as, egy angol film, az Excalibur, nem tudom, emlékeztek-e. Igen, igen. Ez ismerem. Az Arthur király története, hogy a... Csodálatos. A Mallory... Na, itt viszont az a nagyon jó, hogy... De az történelmi? Nem. Fikciós, mert a 19. századi Arthur legendát visszavetíti kora középkorba, később középkori díszletbe, de ahogy beszél az országról, a kardról, a kard viszonyáról, az uralkodóhoz, a társadalomról, az teljesen hiteles. Ez csak nem a Pápai Jóci barokk című klipje akkor. Nem. Abszolút, nem pontosan. Ez egy nagyon, nagyon jó film, és ugye az Arthur mondakkor is gyönyörűen bele van szőve. Jövök kicsit közelebb. Lengyel történelmi filmek között a Jerzy Hoffmannnak a filmjei, például a Tűzzel vassal. Nem feltétlenül jó minden elemében, de azt kell mondjam, hogy a honfoglalásnál és a Szakra koronánál ezerszer jobb. Sajnos ezt kell mondani. A lengyel történelmi filmek, amik ugye szintén bizonyos értelemben a Várkonyi filmekhez, tehát a lengyel klasszikusokhoz, Sienkiewicz regényekre mennek vissza. Szerintem azok elég jók. Egyébként ennek van orosz párhuzama. Akkor jövök még közelebb, vagy megyek kicsit keletebbre. Román történelmi filmek, itt a Sergio Nicolaescu filmjére kell gondolni. A legelső filmje a Dákok, nagyon sok filmet csinál, az mondjuk egy kicsit olyan, mint a Charlton Heston filmjei, történelmi filmjei, kicsit ilyen modoros, kicsit, de annál nem rosszabbak, ugye az 60-as évek, nagyjából 10 évvel a Charlton Heston filmekkel később, nem, mert a 60-as évek, mert Charlton Heston ott van. Aztán van a másik történelmi filmje, az a Mihály Viteázul, ez a Mihály Vitéz, az még 6.6-ot kap csak az IMDb-n, azt hiszem a 70-es, mikor is készül, azt hiszem 70-es, 80-as évben készül, a Mihály, tehát Vitéz Mihály rövid uralkodásáról, abban vannak egészen érdekes jelenetek, amikor elveszti hatalmát, Bécsben van, és a Ködös utcán ilyen teljesen melankolikusan sétál. Az minket érdekel, mert hogy gyakorlatilag a 17. század elejének Erdély történetét román oldalról egy ilyen nagy történelmi tablóba vetíti fel, de abszolút nem ez a megszépítő. És már akkor is volt IMDb. Nem, hát utólag. És aztán a Mircea a című filmje, ami pedig ugye egy ilyen keresztes lovak király fejedelem, ez azt hiszem már 90-es éve, ez még jobb, és ebben ő maga is szerepel, brutálisan jó orgánummal, nagyon jó a dramaturgia, és ahogy románul ropogtatják ezeket a kemény szavakat, és az arcok is brutálisan hitelesek, ez 7.7-et kap az IMDb-n egyébként, tehát ez történelmi filmnek jó. Biztos benne van a nemzeti narratíva, az persze kicsit realizálja, kicsit, hogy mondjam, tehát nem annyira nagyon nacionalista, de egyszer, mint történelmi film működik. És aztán vannak orosz párhuzamok de most nem mondok példát, de hogy én most ezeket vetném fel, mint érdekes történelmi film. Ha meg tudtunk hívni egy Franco Nerót talán a honfoglalásba, akkor meghívhatunk egy román rendezőt is egy filmre, kérdés, hogy elvállalja, de azt hiszem, hogy ezek szerint, tehát csomó olyan példát soroltál fel, ami szó szerint példaként állhat a magyar készítők előtt, hiszen nem Hollywoodban jártál. Nem, de hát egyébként a Bereményi Géza filmjei között van történelmi film, csak az 50-es, 60-as években játszódik, és szerintem nem rossz. Most kérdezem, a Tanú az történelmi film? Nem, az egy szatira. Nem, azért nem, már csak azért sem történelmi film, tudod? A magánéleti... Stálin halála a történelmi... Nem, szerintem nem. Az van, hogy a magánéleti szál,
az nem dekonstruálja azt a történelmi film történelmiségét. A szatíra, attól, hogy szatíra, a szatíraság az dekonstruálja a történelmi film történelmiségét. Tehát a szatírának pont az a lényeg, hogy ez nem történelmi film, hanem az az utókornak az ítélete átszövi a filmet, ott pont nem a hitelesség a fontos, hanem az ítélet ott van a jelenetekben, átitatódik a... Jó, hát van egy morális tanulság, ami hiteles, és egyébként a történet valószerű, miközben egészen biztosan fikció. Nem valós, látod a... Van egy ilyen torzítás szerintem, hát amikor... Igen, de nem bicsaklik meg. Látod, a szatíra az nem valós akar lenni, hanem igaz. Az igazságra fókuszál, és nem a valóságra. Ilyen módon hiteltelen a történész szemével, de hiteles a filozófus, az etikus, a moralista szemével, a kor emberének a szemével, érted? Hát, a humánus ember szemével. Hát ahogy az Ezopusz mesékben nyilván nem beszélgetnek az állatok, de az erkölcsi tanulság az hitelesíteszi a történet, és ismét... Igen, itt, tehát a amit a La Fontaine-nek, meg a meséiben olvasunk, Kertai az, Gáspár, igen. Igen, az nem... nem hiteles, de igaz. Igazságtartalma van, nem pedig valóságtartalma van. Tehát kétfelé lehet a valóságból lépni, illetve emelkedni vagy zuhanni. Ha beesel a valóság alá, akkor hazugság, amit termelsz. Ha fölemelkedsz a valóság fölé, akkor meg mítosz, amit írsz. Jó, de akkor ezek szerint ez az elvárásunk a Petőfi film felé. Vagy legyen történet hiteles, vagy legyen morálisan igaz. Vagy legalább szórakoztató. Igen.